A neurológiai osztály 1988-ban nyílt meg, de akkor még nem a járási székhelyen működött, hanem Somorján. Az első főorvos Milán Zsuzsi lett. A betegeknek így már nem kellett Pozsonyba utazni szakorvosi ellátásra, bár kezdetben a körülmények nem voltak kielégítőek. Orvosi műszerek és szakorvosok hiányoztak. 1992-ben az osztály a Dunaszerdahelyi kórházba költözött sokkal jobb körülmények közé. Sme jakým spôsobom zohnali peniaze riaditeľstvo, že sme si mohli kúpiť prístroje, ktoré sú nevyhnutné, dôležité, ako nový encefalograf, elektromyograf, proste sa to všetko zlepšilo a sa nám podarilo okrem toho založiť neurologicko-rehabilitačné oddelenie v Hornom Bare. To bolo dosiaľ prvé na Slovensku. Kedysi neurológie neboli na okresoch, ale potom sa to postupne začalo ako rozširovať, lebo veľa tých chorób je spoločných. Viete, čiže keď niekto dostane mozgovú porážku, tak niekedy musí ležať na internom, niekedy na neurológii, ale len neurológie posúdiť proste, že aké je to neurologické poškodenie a čo s tým ďalej. To predtým nebolo. Viete, to museli kvôli tomu tí pacienti cestovať do Bratislavy a s tým boli vždycky určité problémy. A neurológiai osztályon évente mintegy 1000 beteg fordul meg. A pácienseket agyvérzéssel, szélütéssel kezelik, valamint a gerinc problémákkal küzdők is az osztályon kaphatnak gyógyulást. Problémát jelent, hogy az érrendszeri betegek száma folyamatosan nő, elsősorban az egyre fiatalabbak körében. Az osztály műszeri fejlesztése az elmúlt években látványos volt. Az utóbbi években a neurológiában rengeteg előrelépés volt, főleg a szélütéseknek a kezelésében, amelyek a leggyorsabb beavatkozást igénylik. A jövő mindenképpen a trombolízis, ez az azt jelenti egy bizonyos fajta akut kezelés, amely a érdugulásokat képes megoldani és feloldani a vérrögöket. Ózonkezelés, ami a világban egyre inkább elterjed, nálunk is működőképes. Az ózonkezelés nagyon hatékony a porckörönségeknek a kezelésében. A paciensnek elhelyezése, mikor mondjuk egy bénulás alakul ki, ami úgy néz ki, hogy hosszan tartó rehabilitációt igényel, nagyon lassan működik. Tehát itt azért kellene fejlődnünk, illetve nem nekünk, hanem ezeket a lehetőségeket kellene bővíteni. Az utókezelésre a Dunaszerdahelyi Kórház rehabilitációs osztályán van lehetőség, valamint légen. Nagy problémát okoz, hogy Felbáron megszűnt a neurorehabilitációs osztály. Emiatt a betegeknek a neurológiai osztályon kell hosszabb időt tölteni. A neurológia az egészen nehéz osztály, nehéz fekvőbetegeink vannak, agyvérzések, szélütés utáni betegek, és tényleg akik napi 24 órás felügyeletet igényelnek, mert annyira ki vannak szolgáltatva az állapotokból kifolyólag, tehát muszáj, hogy gondoskodjunk róluk, és nem egy könnyű osztály, tehát van mit csinálni napi szinten. Igyekszik az ember úgy csinálni, hogy megfeleljünk az elvárásoknak is, és legfőképpen a betegeknek. Az osztályon logopédus és gyógytornász is segíti a betegek felépülését. A neurológia egészségügyi dolgozói a jubileum alkalmából tartott összejövetelen felidézték az elmúlt 3 évtized eseményeit, és megvitatták az előttük álló kihívásokat és fejlesztési lehetőségeket.